A hőséget szinte már csak a vízben lehet elviselni. Már a délelőtt is rengetegen voltak a strandon. Az előrejelzések szerint egyre melegebb léghullámok érkeznek Magyarországra, ezért csütörtöktől hőségriadó lépett életbe. Egyenlőre első fokú a figyelmeztetés, tehát a napi átlag hőmérséklet a 25 fokot éri el. A Kossuth téren is inkább az árnyékban pihentek az emberek. Az egyik legfontosabb tanács ilyenkor, hogy az erős UV-sugárzás miatt 11 és 15 óra között senki ne tartózkodjon a tűző melegben. Ezt sokan be is tartják. Kevesebbet persze, csak délután általában. Késő délután. Mert amikor nincs a napnak, akkor ereje. A hőségriadó csütörtöktől vasárnapig tart. Az előrejelzések szerint a 4 nap közül a csütörtöki hőmérséklet lesz a legalacsonyabb. Lehűlés éjszaka sem várható. A leghidegebb órákban is 20 fok feletti értékekre lehet számítani. A melegben a felfrissülést Párakapu segíti a városközpontban. Gyalogosokat és bicikliseket egyaránt felfrissít a Párakapu itt a Kossuth téren. Most jelenleg Nyíregyházán délben 33 fokot mutatnak a hőmérők, de a hétvégére ettől még melegebbet ígérnek. Idős vagy beteg emberek esetében fontos, hogy a melegben is rendszeresen szedjék gyógyszereiket és fogadják meg az orvos tanácsait. A 30 fok fölötti melegben akár 15 perc alatt is le lehet égni, ezért fontos, hogy óvjuk bőrünket a káros UV-sugárzástól. Ha napozunk, akkor használjuk a magas fényvédő faktorú krémeket, mindenképpen védjük a testünket, vegyünk fel olyan kalapot, nagyobb karimájú kalapot, ami viszonylag jobban árnyékolja a testünket, nagyon sok folyadékot fogyasszunk, ásványvizeket. Nagyon fontosak az ásványi sóknak a pótlása, és egyébként nem csak a folyadéknak a bevitele, hiszen sókat is vesztünk a berejtékezés kapcsán. Könnyű ételeket, gyümölcsöket, leveseket fogyasszunk, tehát jelentős inkább a folyadék tartalma a fontos, azt gondolom, hogy ezeket bevigyük. Kerüljük a kávékat, ha lehet, alkoholtartalmú italokat, azok ilyenkor egy picit megbojdítják a egészséges embert is. A hőségriadó ideje alatt igénybe vehetők a légkondicionált helységek. Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében összesen 85 ilyen épület van. Ezeknek a listája elérhető a Katasztrófa Védelem honlapján.